Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, szamsztag, szombat, szontag, vasárnap. A pénteki napra ezek a kártyák mutatnak. Itt megjelenik a felhő, tehát valami átláthatatlan. Ez lehet a párkapcsolat, hogy nincs meg a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni, mert minden olyan bizonytalannak tűnik. Az is lehet, hogy ő most olyan visszahúzódó, nem beszél a dolgairól, olyan csendes, mint ez a koporsó. A kártyák mást is jelenthetnek, hiszen ez a horgony jelenti gyakran a munkát, a hivatást, és ott valami átláthatatlan. Lehet, hogy nála vannak ilyen gondolatok, hogy felmond, és legyen egy munkahelyi változás, lezár bizonyos dolgokat, de még nincs kiút, nincs lehetőség, hiszen itt megjelenik a felhő, az olyan, mint egy fátyol, tehát valami átláthatatlan. Amit a kártyák még jelenthetnek? A felhő az fél évre utal, a koporsó a múltra. Tehát, ami fél évvel ezelőtt történt, ezek a dolgok vagy kapcsolatok visszatérhetnek hozzád, vagy hozzá. Szombat. Itt látható, kisüt a nap, megvilágít egy élet területet. Itt szerelemről van szó, és beszélgetésekről, hiszen a madarak jelentik a kommunikációt. Ő nyíltan, őszintén beszél érzelmekről. Megvan a vidámság, itt ebből a helyzetből lesz egy kiút, hiszen a felhő eltávolodik, és kisüt a nap. Láthatóvá tesz valamit. Vasárnap az itt látható. Az utak jelenthetnek egy találkozást, amikor az élet utak kereszteződnek. Vagy jelenthetnek döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba, és a gólyák jelentik a változásukat, ugyanúgy, mint az utak is, a döntéseket, a változásokat. Itt a négy levelű lóhere azt jelenti, itt lesz egy szerencsés kimenetel, egy jó döntés. Amit ez a kártya még jelenthet, április hónapot, hogy itt vannak tervek, lesznek változások, de amíg ez bekövetkezik, ez eltarthat április hónapig. És ez volt a hétvégi jóslásom. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!